köszöntöm kedves nézőinket! Guangzhong pengyou, nin hao! Mai adásunkban főszerepben a buddhizmus. A buddhizmus Indiába érkezett Kínába. Több ezer éves fejlődés eredményeképpen jelenleg az egyik legelterjedtebb vallás. Világszerte több száz millió híve van, és Magyarországon is egyre több a követője. Nem sokára megismerhetjük őket, de előbb jöjjön egy rövid tanóra a buddhizmusról. Világvallás, amelynek Buddha volt az alapítója, aki Indiában élt. Hamar Imre, a Konfúciusz intézet vezetője szerint ez a három dolog, amit a legtöbb magyar gondol a buddhizmusról. A buddhizmus kutató tanártól ennél mi sokkal többet is megtudhatunk. Így például azt, hogy Gautama Siddhartha nevét érdemes megjegyeznünk, aki Krisztus előtt 560-ban született. Ő királyi herceg volt, aki sok évi meditálás és imádkozás után elnyerte a megvilágosodást, azaz eljutott az élet alapigazságainak végső megértéséig. Ekkor kapta a Buddha, azaz megvilágosodott nevet is. A Buddha maga egy ember volt, akár csak mi valamennyien itt a világban, aki felismerte az életnek a szenvedés oldalát, és megismervén ezt, hát igyekezett megszabadulni a szenvedéstől, és így elérte a megvilágosodást, de ezt mint teljes emberi erére támaszkodva ért el, mindenfajta transzcendens segítség nélkül. Ez nagyon fontos különbség, úgy gondolom, a többi valláshoz képest. A vallás megértéséhez elengedhetetlen megismernünk a vallás alapító tanait is. Buddha a megvilágosodás során rájött, hogy az emberek azért szenvednek, mert soha nem elégedettek azzal, amiük van, hanem mindig többet akarnak. Az embereknek ezért, mondta, új gondolkodás és viselkedésmódot kell elsajátítaniuk, aminek középpontjában nemes igazságok állnak. Ilyenek például, hogy minden létezés szenvedés, a szenvedés oka pedig a mohóság. A szenvedésnek ugyanakkor véget lehet vetni. Ma ezt több mint 400 millióan vallják szerte a világban, legnagyobb részt Ázsiában. Kinek utának nagyon fontos része a buddhizmus, hiszen a buddhizmus ugye egy idegen vallás Kínába, abban az értelemben, hogy Indiából származik, és nem egy olyan sajátos kínai vallás, mint volt a konfucianizmus, vagy a taoizmus, amely Kínából ered. Azonban ennek ellenére a buddhizmus az elmúlt 2000 éves történelem folyamán azt mondom, teljesen kínaivá vált, és olyan formá jöttek létre a buddhizmusnak Kínában, amely csak Kínára jellemzőek, és ezek a formák aztán tovább terjedtek más távol-keleti országokba, Kínába, Koreába, Vietnámba. Tehát mondhatjuk azt, hogy az egész térségben a kínai buddhizmusnak meghatározó szerepe van a kultúra kialakításában. Hamar Imre szerint mindenképpen meg kell említenünk Kőrösi Csoma Sándor nevét is. A híres magyar felfedezőnk, utazónk révén ismerte meg ugyanis a nagyvilág, a buddhista irodalmat, és ő készítette az első tibeti angol szótárt is. Következő riportunkban egy budapesti buddhista szertartásra kalauzoljuk Önöket, ahol megláthatják, hogyan imádkoznak a buddhista hívők, és meghallgathatják, miként változott meg az életük is. Pillanatkép Budapestről. A főváros 16. kerületében, a Rádió utcában vagyunk, ahol a kertes házas övezet egyik kapuja bizony egyáltalán nem hasonlít a többiéhez. Ez Phú-chi, vagyis mindannyiunk megmentése templom díszes bejárata, amely a magyarországi kínai Chan buddhista egyház első temploma. A csendes, nyugodt környezetben 2003-ban épült ház kapuján belépve mi egy csapásra elfelejtjük, hogy Árpád-földön vagyunk. Chán-zhōng是佛教修行的一个门派。你比如说这个佛教，它在唐朝的时候，它有10个宗派。那发展到近代呢，就是比较大的，就是说像西藏佛教，我们说的喇嘛教，然后是那个。 禅宗佛教，还有一个净土宗，禅宗的修行不会离开生活的。
因为你这个真正的修行啊，是在生活中去实现的。如果你说这个佛教徒都是脱离这个世间的生活，那就不是真正的那个佛教了。你认为这个佛教只能是在寺院里修，那就不对。我们是在寺院里去补充自己的能量，然后最后要走到社会中，走入生活中，自己呢在寺院里有一种清净心，有一种安详，走入社会，走到生活中，同样保持这种安详的心态，能够更好的服务人类，服务于这个社会，这是真正的佛教的目的所在。A buddhizmus tanulmányozásához elengedhetetlen, hogy megtanuljunk önzetlenséget gyakorolni. Vajon Ming Lai mester, aki 1997-ben érkezett Magyarországra, és mára, elmondása szerint, jól ismeri a magyar kultúrát, és persze az itt meghatározó keresztény vallást is. A gyülekezet vezetője elárulta azt is, ma már az itt imádkozó hívők nagyjából fele-fele kínai és magyar. 普济寺它是所有众生的那个精神家园，包括这个中国人和那个匈牙利人，因为所有的人来到这个普济寺以后，看到这样一个环境，都觉得是非常清净的一个环境。一个环境的好坏啊，是一个团体共同努力的结果，那大家都在这个地方付出了很多的那个心血，所以我们把它建成了这样。而且就说再一点呢，就说现在就是到现在为止呢，我这个普济寺已经接收了大概6对的匈牙利夫妇在这地方就是说举行婚礼。他们之所以来，对他们之所以喜欢这个地方，第一个来他看到这个地方非常的好，再一个呢环境优雅，对，再一个就是说这个他们喜欢这个佛教的氛围。Keresztény neveltetést kaptam, így aztán megteremtedött az alapja annak, hogy a vallásos életem az hogyan alakuljon. Hát hosszú kihagyás után, a kamasz évek után elkezdtem keresni az utat, mert hogy a keresztény vallás nem adta meg a válaszokat. Voltak olyan kérdéseim, amire sehol se kaptam választ, így aztán elindultam keresni az utat, és így jutottam a buddhista valláshoz. És mik voltak azok a kérdések, amit feltett magának? Az egyik fontos kérdés volt az örök élet, amire nem tudtak választ adni, olyat, ami nekem megfelelő lett volna. Ezért, tulajdonképpen ezért indultam el az úton.人心啊，他们都说人心是不足的，好了还好，今天要这个，明天要的，这那个，对吧？看到大家，因为大家把这个周围有自己的参照，好的东西，哎，我又攀比，对不对？我有攀比心，所以说人心永远在被物质所转变我们整个心，我们把清净之心，我们没有了，所以我们时时刻刻，我们凡人的心就是被物所转。那么，对于我们学佛的人，我们常常要告诉自己，如何在红尘当中，我们能够独善其身。那么如何在处世中我们能够坐怀不乱，这就是佛陀告诉我们，我们如何真正的看待事物。假如一个事物，比如说我们追求一样东西，这个东西假如因缘没有成熟的时候，我们就把它放下。所以我们就说，我们努力的去做，但是我们未必结果都是要成功的。在这个过程当中，你去奉献，你去做，你要去做，你去奉献，然后把心态归为零。这个零是不是你所谈到的佛教的最高的境界？可能吧，无求就是得。Most valami egészen különleges következik. Bemutatjuk önöknek a Shaolin Kung Fu-t. Kerepesen jártunk a Shaolin Kung Fu magyar felegvárában. Shaolin! Ahol az akarat, ott a mód is.
Ez a mottója hazai Shaolin kungfu stílus követőinek, akiknek volt akaratuk és módjuk is arra, hogy az elmúlt években a világ egyik legjobban szervezett harcművészeti közösségét hozzák létre. A közelebb Kína stábja kerepesen kapott ízelítőt abból, hogyan küzdhetett egy Shaolin szerzetes bő 1500 évvel ezelőtt. A kerepesi fiataloknak egyébként példaképe Shi Xinghong, aki életrajza szerint 32. generációs kungfu harcos szerzetes. 9 éves korában kezdett el a Shaolin templomban edzeni, és fejleszti azóta is töretlenül harcművészeti tudását. Ma a világ 30 országában tanít, és próbálja terjeszteni a Shaolin életmódot. Magyarországon 1999-ben járt először a mester, és a hazai kungfusok nagy örömére nem utoljára. A mester ugyanis jelenleg is Magyarországon él. Wo出生在一个武术特别盛，特别喜爱的一个城市。那个城市呢，就是说大家都有习武的习惯，而且呢，我又出这个出生这个地方不光是习武的一个习惯，而且还是我们佛教上的一个宗派，天台宗的发源地。天台宗，发源地，所以我还出生在那里。 所以在那个环境氛围之内，那你不用说，我对武功在少林寺电影没有出来之前，我就很喜欢武功。少林寺确实是人们想象中非常神秘的一个地方，但是我很幸运，就是在我那个时候正要选择它的时候，我找到了它。但当我进去它的时候，确实我付出了很大的心血、汗水，所以呢，我很幸运又被这个。 选到这个武三队里头去当一名武僧，所以在那里边，我每年一年，春夏秋冬我都是在练习。早上5点半就得起，然后二，你不管，你就是说，累也好，不累也好，如果你不用功，师傅会打你。 Felnőtté érve, már maga is megköveteli a fegyelmet a tanítványaitól. Mi a legnehezebb ebben a sportágban? Mit lehet elmondani? Hát igazából az, hogy önmagát le kell győzni az embernek. Tehát egy bizonyos ponton találkozik a saját problémáival az ember, és azt a legnehezebb legyőzni. Tradicionális kungfu módszerrel tanít minket, de igazából az ő személyisége, szellemisége az, ami inspirál minket. Talán a legnehezebb az, hogy az edzések mellett a versenyeken olyan eredményeket, olyan szintet hozni folyamatosan, amit elvár tőlünk az edző. Versenyek előtt, amikor versenyfelkészülés van, akkor egy olyan 14 edzésünk van körülbelül. Riportunk végén még arra szolgálunk bizonyítékot, hogy a kungfu is az a harcművészet, amit nem lehet elég korán kezdeni. Az a jó, hogy a sportág az ilyen erősebb még, mint a judo például, és hát jobban tetszik nekem legalábbis, mint a többi harcművészet. Nekem is jobban tetszik, mert szebb a gyakorlatok benne. Nekem a nagymamám mondta, mert
azért nem voltam olyan fegyelmezett kisfiú, és mondta, hogy fegyelmezettebb legyek, azért lettem először ide küldve, de utána meg szerettem ide járni, és azért meg mindig itt vagyok. Viszont használom ki, jó? Sport után jöjjön egy kis irodalom. A Nyugati utazás az egyik leghíresebb kínai klasszikus regény, és az én kedvenc könyvem is. A történet főhőse, Sun Wukong, elkíséri Tangshan zanszerzetest nyugatra, hogy elhozza a buddhista szentírásokat, számos kalandon menne keresztül. Ennek a rajzfilm feldolgozásból következik egy részlet.啊，总算又见到水了，三弟啊，快把盛水的家什给我，让我灌点水给师傅解渴。哎，呆子，你没看见这水阴沉沉的？我看还是过河以后再到人家要点水喝吧。我的肠胃不同一般，什么水到我的肚子里都没事儿，你们不喝，我喝了。猴哥。 哎，你怎么了？好像有个东西在我肚子里。请问女施主，不知道有什么办法可以解除她的痛苦？哦，也许前面有人能帮助你们。阿弥陀佛，阿弥陀佛，这儿总算有专供男人居住的驿馆。 陛下，现在我是少爷，不是陛下。啊，是少爷，唐僧他们已经到了，正在门口求宿呢。哦，请他们进来吧。是少爷。阿弥陀佛，施主在上，贫僧这厢有礼了。圣僧少礼，请上座。谢座。 贫僧听说这驿馆已被先生包了，先生能允许我们暂住，贫僧不胜感激。师父博学多才，名扬四海，我能在这儿向师父请教，真是三生有幸。不敢，您不是本地人吧？我是这儿国王的朋友。难怪，我想西凉女国怎么会有男人？先生是否知道？ 有人误喝了子母河的水，怀上孩子以后怎样才能解除？哎呀，哎呦！是啊，离这儿三百里外有口落胎泉，那泉水能解除胎气，只是那泉水最近被一个道士给霸占了。这儿的女王几次发兵征讨，都大败而归。 看来这道士有些本领。是的，如今那道士靠卖水发财，你没几十两银子就别想喝水入胎。我们当和尚的哪来那么多钱呢？钱我倒是可以帮助，只是作为女王的朋友，我忍不下这口气。我来替你出这口气。好，我给你写信，让那女王发兵助你一臂之力。哎。 用不着，只要你陪我师父聊聊天儿。我倒想请你师父讲讲佛学，我自幼爱好佛学。哎，师父，您就给这位先生讲讲学吧，我去会会那个道士。嗨！ 原来这家伙是个鞋子精啊！嘿嘿。哦，那水取来了，取来了。
本相受女王陛下的委托，在此恭候师父。岂敢岂敢。师父请。多谢。唐僧师父，昨天我不是说过我们俩还会见面的吗？阿弥陀佛，这女王换了女儿装，真比天上的嫦娥还要漂亮啊。孙悟空杀悟净，诛悟能，平妖有功，特封为西凉女国荣誉大元帅，并赐御宴一桌，黄金万两，钦此。唐僧师父，我们陛下愿意让出王位，让您来治理国家，他乐意当您的王后。阿弥陀佛。这么说，我现在该称您为国王陛下了？不不，使不得。唐僧师父，事到如今，恐怕您已经身不由己了。我们已经为您筹备了结婚大典。啊？你真的不想留在这儿为王吗？不想。那你得说出令我信服的理由。为了弘扬佛学，历尽艰险去西天取经，绝不能半途而废。悟空，事情办好了吗？办好了。师父，这是他送给你的佩玉，他希望你永远记住他。把他放在戒碑前，让他的心意留在他的土地上吧。好嘞。看什么？这又不是给你的。啊，好疼啊！你怎么老爱扯我的耳朵？这是让你心归佛门的良方。Most pedig következik gasztronómiai rovatunk. Ezúttal paradicsomos marhahús leves készítünk, vagyis gulyásleves kínai módra。取一块上等的牛肉来，把它切成块，然后西红柿也切成块，洋葱呢也切成块待用。水烧开以后，将牛肉倒入锅中，倒入锅中汆水，完以后倒在高压锅当中，加入油、番茄酱、加葱、蒜、姜、葱姜蒜倒入锅中，开火，放入料酒、酱油、盐、糖、味精，好，起锅，倒入高压锅中，倒入高压锅，加盖，焖20分钟，那就 OK 了吧？ OK。 锅上火，加入少许底油，加入番茄酱、葱、蒜、姜，下洋葱。烧开，糖、盐、味精。
most pedig nézzük meg, mi lesz a következő adásunk tartalma. A következő műsorunk fő témája: hogyan tanuljunk vidáman kínaiul? Három oktatási intézményt mutatunk be önöknek, ahol mindez lehetséges. A CCTV segítségével megismerhetik a kínai és az európai történelem izgalmas kapcsolódási pontjait is sorsában hordozó varázslatos régi nyári palotát. Hagyományos gasztronómiai sorozatunkban pedig ezúttal a Föld három friss zöldségét készítünk. Köszönöm figyelmüket! Ez volt a Közelebb Kínához, amely legközelebb 2 hét múlva ismét jelentkezik. Addig is a viszontlátásra! Zaijian!